Nyunyu, beszélj! Mit szeretnél mondani? Ez a kapé! Nem adtál nekem vacsorát! Egy hete! Itt éhezem! Az éjségtől már rózsaszín lett a szőröm is! Nem hiszem el! Ha messze már megveszem a saját szarvamat! Szarfenek rá a seggömből! Itt koplanok, nézd a szemeimet, egy karikások, amit ki van gülledve mind a két szemem az éjségtől. A nyelvem is kilóg, hát Jézus Mária, totál ki van száradva. Sőt, tudod mit? Borzasztót olvastam. Facebookon rám itt van, mi köcsök Kínából, hogy én össze vagyok varva, és onnan származom, és haza akar vinni. Hát befosok, bazd meg! Hát mi az, hogy én össze vagyok varva, meg Kínából? Hát milyen hülyeséget, hát ha menten szipromot kapok, Mari, hát Jézus, hát úristen, nyitva van az ablak. Nincs. Tudom, csak teszteltelek, te jó staba ember. De jó, oké, nem adtam neked enni. De ez nem igaz, mert sose kértél. Tehát az, hogy most... Hogy kérjek én össze a varva a szám, te Isten verte emberfajzat! Hát szerinted, hogy beszéljek, hogy mi van? Hát még a hasam is üres, nem tettél belém semmit. Tegyél velem a mikrofon, csesz meg, aztán tudok veled kommunikálni. Hát Jézus Mária, hát szerinted nem vagyok én egy okos hátizsák, ez kimaradt belőlem Kínában, öcsém. De akkor most hogy beszélsz? Azt tudom. De Nyunyu, miért vagy ilyen gonosz? Csak folyton ott cipelsz a hátadon, esőben, melegben. Szarrázok! Tisztázok szőrszagomban utána! És minden hülye ember mutogat rám folyton a konokon, vagy nem tudom mik, amikor csomó idióta be van öltözve, és mindenki taperál minden, új, tisztán rakas leszek tőled. De ennyi egyik sem! És akkor nem kérdezik meg, hogy hé, Mizu, jó vagy? Nem, csak tapogatnak össze-vissza, hely, miért vagy egy kikupet facsa, mi az a fejed tetején? Egy kupat szárbazd meg, mi lenne? De Gyuri, nem gondoltál arra, hogy lehet, hogy okkal nem adnak neked enni? Nem. De tudod, így is elég nagy vagy. Mi van? Még hogy én szerinted én teltek róla kicsit teltebb alkatom van? Kínába így lettek össze cseszbe, szerinted mondtattam én nekik, hogy karcsot akarok, hogy jól nem is falcerenke? Nem! Ezt csináltál velem! De Gyuri, én szeretlek. És te mindig így beszélsz velem, és már kezd elegem lenni belőle. Hogyha szeretsz, hol a kaja? Adok neked kaját. Rossza. Nézd. Itt egy intergalaktik fürdőbomba. Azt hogy nem tudom, mi ez a cucc, öcsém. Rosszabb, mint az LSD. Te meg ilyet akarsz nekem enni adni? Hát, nepűs játékok mit tesznek? Embert.